Szevasztok! Sziasztok! Innen jelentkezünk Gyuláról, már megszokott helyszínről. Imivel fogunk ketten edzeni, most csak ketten éltünk rá. Egy ilyen alapozó edzés lesz, felsőtest edzés, bálhát. Húzó nyomó. Igen. Ami biztos, hogy rúgdal nyomással kezdünk. Én akarok egy nagyobbat nyomni. Ugye a sérülés óta én igazán nagyobb nem nyomtam, 140 fölé akarok menni. Én itt meglátjuk, hogy mit, mennyit fog csinálni. Hát én szerintem inkább szériázok, nem kedek fel maximum súlyt. Szerintem ilyen 6-4-6-8 ismétlés környéke, majd látom, hogy milyen az íze, aztán nem csinálom. Én egy kicsit többet akarok, hogy nézzük a vállam, hogy reagál a nagyobb súlyra. Utána csinálunk még kiegészítő gyakorlatokat, tehát megpróbálunk várra és hátra is egy 3-3 gyakorlatot. Egy hosszabb edzés lesz, változatosabb, nem ragadunk most lennél egy-két nyomásnál vagy egy-két húzásnál. Kicsit körbeedzük úgymond az izmokat. Aztán ugye várjuk a karácsonyt, december 24-én szokott kiírva lenni a jövő évi tervezet, tehát az OB verseny számai is. Tehát december 24-től elvileg tudni fogjuk, hogy konkrétan mire kell készülni jövőre. Utána már azt fogjuk valószínű gyakorolni, az a fő lényege a felkészülésnek, hogy az OB-n csúcsformában legyünk, és azok a gyakorlatok számok jól menjenek. Így van. Addig is megpróbálunk minden körbeedzeni, aztán hogyha megtudjuk a számokat, akkor majd úgy alakítjuk a körbeedzéseket, nyilván nagy specifikusan. Hogyha megtudjuk, hogy mik lesznek majd a nyomószámok, meg mit tudom én, akkor majd úgy alakítjuk. Most azért megpróbálunk minden szögből nyomni, kicsit minden szögből húzni, aztán majd meglátjuk, hogy ez lesz majd májusban elég. Na hajrá! Na nézzük! Jó vagyok? Jó volt.
Szép. Nagyon jó. Még kettő, gyere. Még egy ott van, gyere. Szenvedjél egy kicsit. Nyom ki. Nagyon jó. Hogy éreztem? Jól esett, kurva jó volt. Most Gergő kipróbálja, hogy milyen lehet még jobban Gergőnek lenni. 20 kiló zacskóval. Így akkor mennyi az össúly? 160 kiló? Több. 165-145. Ó, sima. Legalább egy kettőt. Ó, nagyon jó. Akkor ez olyan durván 175 kiló. Az nem rossz.
Nagyon jó. Podos, kényszúzós, mellhezfúzás lesz. A nehézség az annyi, hogy nem nagyon lehet benne csalni, bár azért van rá tippem, hogy Gergő megpróbálja és menni fog neki, viszont a lényeg az, hogy itt ebbe tényleg nem tudsz lendületet venni, rángatni, ezt csak hátból, karból tudod húzni. Aztán meglátjuk, hogy ott fog menni. Jó a tükör. Dupla biceps. Csináltuk ugye Emilyéknek ezt az egykezest, amit már mutattunk a korábbi műsorba. Ugye ennek az a nehézsége, hogy 6 centis a fogója, 60 milli az átmérője. És rendeznek ilyen külön versenyeket, tehát hogy mennyit bírsz így felemelni, hány kilós súlyt. Azt mondják a többiek, hogy Gabinak vagy Bélának ugye sikerült. Ez így van. Most megpróbálom én is. Azt azért mondjuk, hogy 73 kiló, igaz? 73 kiló. Utolsó gyakorlatának csináltunk egy ilyen melnyomó gépet, a biceps géppel kombinálva, egy nyomó-húzó párosítás, kicsit kihasználtuk, hogy ugye itt vannak jó gépek. Hát adott egy jó bedurranást, néha ilyen is kell. Szerintem jó volt, én rohadtul elfáradtam. Én hétvégére elég volt. Nem az a megszokott 2-3 nagy gyakorlatos bárismétléses strongman-edzés volt, amit mi szoktunk általában Gergőtnél, hanem ez inkább ilyen konditermi jellegű, hogyha már itt vagyunk, akkor igen, egy kicsit más stílus. Úgy gondolom, hogy Gergőre ráfért, mert ő nem szokott ilyesmit csinálni. Én meg nagyjából így edzek évközben is, meg versenyre készülve is. Nyilván versenyre készülve több eszközzel a versenyre készülve, hogy milyen eszköz lesz a versenyen úgy alakítani a lehetőségeimhez képest, ami nekem is van. Amúgy általában én így egyszer Gergő nem, de ráfért most az. Ja, hát nyilván, hogyha nálunk vagyunk, akkor csináljuk a nagy súlyos eszközös gyakorlatokat, használjuk ki, hogy eszközünk van. Ha itt vagyunk, akkor meg használjuk ki azt, hogy itt vannak gépek, tudunk egy kicsit jobban koncentrálva izmokra edzeni. Jó,
párosítjuk. Hát próbáljuk én vegyesre venni a felkészülést, aztán csak összeáll valami. Hát a 24-ét várjuk, mint a messiást. Akarjuk már tudni nagyon ugye, hogy mi lesz az OV-n, tehát hogy ezt a hány hónap lesz addig, 5-6 hónap, szűk 6 hónap, hogy mire készüljünk mentálisan, fizikálisan. Persze. Meg jobb úgy edzeni, hogyha van egy kitűzött cél, igen. Látod a versenyszámokat, tudod, hogy oda kell fejlődni, meg hát akkor talán több a motiváció. Főleg ugye ez olyan sport, hogy oké, hogy tudjuk a dátumot, hogy május 1, de itt mindig más csinálunk, nem úgy van, mint egy erőemelő vagy súlyemelő, hogy úgy is tudja, hogy lökés meg szakítás lesz, vagy úgy is tudja, hogy guggolás, megfenyomás, felhúzás. Nekünk muszáj tudni, hogy mi lesz, tehát nekünk arra kell készülni. Úgy válik igazán érdekessé, vagy specifikussá a felkészülés, ha tudjuk, hogy mit csinálunk, mire készülünk. Május 1-én mihez kell odaállni. Hát jelentkezünk még addig, reméljük most már, hogy Gabi is itt lesz. Még az idén azért lehet megpróbálni kezdve az még az két ünnep között, vagy ilyesmi, fél részegen. Ja. Nyomjuk, csináljuk, aztán sérülésmentes felkészülés mindenkinek. Igen, reméljük, hogy 2022-ben minden oké lesz, és jó évünk lesz. Bízunk benne. Sziasztok.